Köszöntöm a kedves nézőket a Bornemisza Péter Gimnázium digitális oktatás ajánlás műsorának következő epizódjában, ami a magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem tantárgyak bemutatásáról, illetve ehhez kapcsolódó segédanyagok bemutatásáról szól. Ezt az anyagot a feleségemmel, Pécsi Szalkai Melindával állítottuk össze, aki magyar tanár, én pedig történelem tanár vagyok. És nézzük, hogy mit is kínál nekünk az oktatási hivatal jelen pillanatban. Ugye bevezetésként szükséges elmondanunk, hogy így, ahogy átállt a távoktatásra, a digitális oktatásra a köznevelés, számtalan pedagógusban bennünk is felmerültek ezek a gondolatok, amelyeket a szövegbuborékban olvashatnak a kedves nézők, hogy én részletesebben, élvezetesebben el tudnám mondani, mint ahogyan ez elérhető a digitális anyagokból, és ez valójában nem egy keserű siráma a tanároknak és idegenkedése a digitális oktatástól, a távoktatástól, hanem ez valójában arról szól, hogy közhely, de rendkívül igaz, hogy az iskola nem épületekből, taneszközökből, hanem emberekből áll, és a tanárok nem tananyagot, hanem diákokat, embereket tanítanak. És emiatt, hogy a személyes kontaktus, amiben megjelenhet a diákok iránti szeretet, tisztelet, kölcsönös megbecsülés, ezt most felváltotta egyfajta személytelen, vagy kevésbé személyes jelenlét, egy kevésbé személyes oktatás, és tulajdonképpen erre való átállás jelent egy olyat is, hogy a személyes kontaktust kerülve kell nekünk egymásra hatni, tanároknak a diákokra és diákoknak a tanárokra. Úgyhogy most meg fogjuk nézni azt, amit az oktatási hivatal honlapján találhatunk. Látható a honlapnak a neve, amelyen utána lehet nézni ezeknek a dolgoknak, és egy olyan fület kell megnyitni, aminek az a címe, hogy módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus járványban bevezetett tantermen kívüli digitális munkarendre. A piros nyilak jelölik azt a két részt ebből az oldalból, aloldalból, amivel foglalkozni fogunk a magyar történelem tantárgyak szempontjából. Egyébként az előző gondolatot továbbfűzve semmiképpen ne tekintsük idegenül ezt a dolgot, hogy digitális módon, távoktatás formájában kell tanítanunk, hiszen ez számunkra is a mondandónknak, a tanításnak egy újfajta végiggondolását jelenti, illetve számtalan új módszertani ötletet találhatunk ki, vagy éppen tanulhatunk más kollégáinktól, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni ezeket az oldalakat. Tehát a két oldal, vagy aloldal, a digitális oktatási tartalmak elérhetősége a tanulás támogató további hasznos anyagok fül alatt található az oktatási hivatal honlapján, és számtalan dolgot találhatunk, ahogy a kép is illusztrálja, vannak információk, segédanyagok, tananyagok, feladatok, ábrák, képek, hanganyagok, videók, tehát rendkívül sokszínű ajánlással fogunk megismerkedni, amelyeket pontokban szedve fogunk bemutatni magyar nyelv és irodalom, illetve történelem tárgyakból. Az összes oldal, vagy a legtöbb oldal ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Itt a regisztrációnak a lépéseit tudjuk bemutatni nagyon sematikusan, hogy megadjuk meg a nevünket, az e-mail elérhetőségünket, lehetőleg olyat, amit nézünk is, a jelszónkat határozzuk meg, majd a visszaigazoló e-mailre rákattintva aktiválhatjuk a jelentkezésünket. Egy nagyon gyakorlatias tippel szeretnénk segíteni a nézőket, kedves pedagógus kollégákat, hogy érdemes mindenhol ugyanazt a felhasználó nevet és jelszót megadni, mert akkor nem keveredünk el, hogy hol, milyen néven regisztrálódtunk. Na de nézzük is meg a tartalmakat. Az első ilyen tartalmat, amit ajánl nekünk az oktatási hivatal, és magunk is megnéztünk, ez a digitális módszertár. Ugye elsősorban mi a felső tagozatra és a gimnáziumban fogunk koncentrálni a két tantárgy, a magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem szempontjából.
témára és korosztályra is lehet keresni ezen az oldalon, és alapvetően nagyobb projektek, nem annyira ólavázlatok találhatóak itt, de a linkek, anyagok, ábrák önállóan is használhatóak az egyes órák tervezésénél, és sok kreatív feladat és színes ötlet látható itt. Az M5 kulturális csatorna mediaclick.hu oldalán található anyagai, ezek nem most születtek meg ennek a kényszerhelyzetnek a hatására, hanem már egy több éves, körülbelül 3 éves folyamat áll emögött, hogy ilyen anyagokat gyártanak különböző tantárgyakból, rendkívül igényesek, 25 percben vannak elkészítve, befogadhatóság szempontjából is jók, és vannak benne tanári magyarázatok, feladatok, filmrészletek, megszólalók, tehát színes formában tálalja a tananyagot, és nem csak a gimnazisták számára fontos ez, hanem a felsősök oktatásában is használható. A Nemzeti Audiovizuális Archívumban, a nava.hu oldalon videókat, hanganyagokat tanálunk, tantárgyanként lehet kiválasztani a dolgokat, irodalom, nyelvtan és kommunikáció, történelem tárgyakat vizsgáltuk meg erre az adásra való felkészüléskor, és nagyon fontos, hogy innen is elérhetőek az M5-nek az érettségi felkészítő videói, és nagyon érdekes a felsősök számára szimulált tanórákat és téma átbeszéléseket is meg lehet tekinteni a felsős címszó alatt. Ilyen oktatók vannak, ahol elméleti, gyakorlati kérdések történnek, feladatmegoldások és diák szereplőkkel, tehát egy ilyen tulajdonképpen egy imitált tantermi óra, nyilván elég kis csoportos, két szereplővel és egy műsorvezetővel. És a videók témáját, hogy melyik videó miről szól, a műsorújság szerinti címnél lehet felfedezni. A negyedik egy korábban is tanárok által mindenképpen, és szerintem sok diák által is használt oldal, a Magyar Elektronikus Könyvtár, amelyen a szépirodalomtól elkezdve a szakkönyveken, a lexikonokon keresztül történelmi, elsődleges történelmi forrásokon át minden tudományterület szerző, cím, téma alapján is kereshetünk, és nagyon jó arra például, hogy könyvtár használati ismereteket is tanítsunk a diákoknak. Vannak ilyen ismert oktató videók, amelyeket a különböző megosztó portálokról lehet letölteni, ugye a YouTube csatornán tulajdonképpen mindenki tudja, beírjuk a kulcskifejezést, amit keresni szeretnénk, kidob videókat, videófilmeket, és akkor tulajdonképpen ezeket már a mi dolgunk, hogy hogyan dolgozzuk fel, vagy melyiket választjuk ki. Ugye nagyon népszerű a diákok körében elsősorban a Zanza TV-nek adásai vagy filmjei, ebben sok animációt láthatunk, viszonylag rövidek, de meg kell jegyeznünk, és bocsássanak meg a Zanza TV készítői a kritikáért, de ez a minimuma tulajdonképpen több esetben tárgyi tévedésekkel is bír, de nyilvánvalóan nekünk tanároknak előre meg kell néznünk azt, amit elküldünk a diákjainknak. A következő történelmi szempontból a csataterek videók, amit Baltavári Tamás Történelmi Animációs Egyesület vezetője írt, és ő történész, és készített a munkatársaival. Tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes, a diákok számára is ismert formában mutatja be a magyar történelem több nagy csatáját, így meg tudjuk találni, hogy csataterek a YouTube-on például. Megmutatja a Roma Total War nevű számítógépes játék szimulációjára ráírva a magyar történelem csatáit korhű jelmezekben, nagyszerű alámondással, mindenképpen érdemes megnézni, illetve a Múltkor magazint, mint történeti magazint, és ennek a honlapját tudjuk ajánlani, és a magazin most a helyzetre való tekintettel ingyenes hozzáférést biztosít a regisztráció során a több mint 40 megjelent újságjukhoz. A Mozaik kiadó tankönyvei is szintén ingyenesen elérhetőek a kiadó honlapján, amit láthatunk a
dián a képen, és rengeteg keresési lehetőséget tartalmaz ez, tantárgyakat, könyveket, kvízeket, ingyenes interaktív tartalmak, oktatási szoftverek, találhatóak itt digitálisan a tankönyvek, elérhetőek. Történelemből például, ha valakinek van a gépén 3D-re lejátszására alkalmas programja, akkor 3D-s modelleket tud megtekinteni, történelmi kisfilmeket, de ha valaki csak letöltene magának anyagokat, amelyeket meghallgat fejhallgatóban, vagy vezetés közben, vagy sportolás közben, akkor csak hanganyagok is letölthetőek különböző témákban. A Nemzeti Köznevelési Portál a következő, ez egy nagyszerű, szuper újdonság, amit felfedezhettünk az ajánlásban, és digitalizálták a tankönyveket, és a leckékhez kapcsolódó online feladatokkal kiegészítették. Rendkívül egyszerű, ahogyan a képen is látjuk, évfolyamonként felső tagozatban, gimnáziumban keresni az alap tantárgyak között. Elnézést kérek az itt nem szereplő tantárgyi csoportokban dolgozó kollégáktól, és azt fontos még megjegyeznünk, hogy okos tankönyv néven nevezik ők a digitalizált tankönyveket. Egy már ismert és valóban nagyszerű oldal a Sulinet tudásbázisa. Ezen történelemből is és magyarból is rengeteg kiváló tananyag feladat található. Ez egy ismert, megbízható oldal, a pedagógusok többsége már a digitális távoktatásra való átállás előtt is gyakran használta. Tantárgyanként és korosztályonként kereshető, forráselemzéseket, történelmi animációkat is lehet benne találni. Egy fontos megjegyzés, hogy az Adobe Flash program használata elengedhetetlen a tartalmak egy részének a lejátszásához. A videótanár is egy oldal, ami felsősöknek specializálódott. Videón van a tananyag, és utána van egy teszt, amit az oldal ki is értékel, ha a diák megfejtette. Nagyon sokféle funkció érhető el ezekben a tanárok számára, és például hírességek tanítanak meg egy adott témát, Olá Gergő is kiváló irodalomórát tart ezen az oldalon, érdemes megpróbálni. A 11. ajánlásunk az online múzeum látogatás virtuális kiállítások. Ugye a múzeumoknak is be kellett zárni, az oktatásban pedig eddig is meglévő gyakorlat volt, hogy elvinni a tanulókat múzeumokba, úgyhogy nagyon ajánljuk, hogy ezeket fedezzük föl együtt a diákjainkkal, ezeket a virtuális kiállításokat. A világ összes múzeumába el lehet jutni egy internet előfizetéssel tulajdonképpen, úgyhogy próbáljuk ki és használjuk ezeket. Az Arcanum Digitális Tudománytár, megmondom őszintén, a szívemnek az egyik legkedvesebb ajánlás ez. Nem csak azért, mert április 16-ig nyílt hónapot hirdettek, és minden tartalom ingyenessé vált, bár ez a piros szín is jelzi, hogy nagyon fontosnak éreztük, hogy hangsúlyozzuk, hanem arról, hogy itt folyóiratokat, könyveket, lexikonokat 1848-tól tulajdonképpen napjainkig tudunk találni, és számtalan témára rá tudunk keresni, bármit el tudunk olvasni, kicsit el is lehet benne veszni, de mindenképpen, hát hogy mondjam, nagyon jó egy archívum ez, amit mindenképpen ajánlunk tanároknak is, és a diákoknak is. A digitális hadtörténelem oldal, amely fényképek, plusz térképek, plusz tankok, plusz magyarázatok, tehát az érdekes történelem óra minden elemét tartalmazó adatbázis, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum üzemelteti, az ajánlásunkba ezért is választottuk be mi is. Egyébként nem mindent mutatunk be, ami az oktatás.hu oldalon az ajánlások között szerepel, hanem inkább azokat, amelyek a magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem tantárgyak szempontjából használhatóak. Van ez a Learning Apps nevű oldal. Látjuk a képernyőjét, és látunk a bejelentkezés felirat alatt egy ilyen csúszkát, és ezen a csúsztatható sávon lehet beállítani, hogy melyik korosztály számára keresünk.
Itt a felhasználók által készített tesztek, kreatív feladatok láthatóak, tankockáknak nevezi ezeket az oldal, hogyha keresünk. Tantárgyanként lehet keresni, mi is válogathatunk mások anyagaiból, de mi magunk is készíthetünk ilyen teszteket, kreatív feladatokat, és a program segítségünkre van, mert önállóan ellenőrzi ezeket. Ha egy témában el akar valaki mélyülni, akkor mindenképpen a Hallgatni Aranyt oldal nagyon mélyen bevezet Arany János munkásságába, a szövegeit lehet elemezni, nem csak a verseit, hanem leveleit, másokat. Híres magyar színészek mondják el ezeket a verseket, meghallgathatóak. Érdekes bulvár jellegű híreket olvashatunk Arany János életéből, és az életének a helyszíneit bejárhatjuk virtuálisan, tehát ha valakik éppen Arany János tanítják, akkor mindenképpen használják ezt. Létezik ez az Okos Doboz nevű oldal is, amiben rengeteg érdekes feladatot találunk, és lehet keresni, ahogy látjuk, alsós, felsős, középiskolás feladatokat is, ugye nyilvánvalóan be kell ütni a megfelelő korosztályt, hogy milyen osztály, hanyadik osztályban, milyen tantárgyból, milyen témakörből keresnénk, és itt is ezeket a feladatokat ellenőrizni fogja helyettünk, vagy mellettünk a program. És végül zárásként szeretnénk ajánlani egy hamarosan induló tematikus programot, ez pedig a Bornemissza Péter gimnáziumnak a YouTube csatornáján és az ATV Spirit Adón fog elindulni. A Bornemissza Péter gimnázium tanárai által készített videóórák, előadások fognak itt szerepelni, amelyeket nyilvánvalóan várjuk, hogy kommenteljenek, főleg nyilván a YouTube csatornán, és várjuk a véleményeket, tehát ez rövidesen, talán a jövő héten már el fog indulni, április elején el fog ez indulni talán, és ami még nagyon fontos a mi szempontunkból, mint Bornemissza Péter gimnázium szempontjából, hogy hétfőnként 11 órakor a Facebook oldalunkon és a YouTube csatornákon rendhagyó igazgatói osztályfőnöki órákat láthatunk, amelyek keretében az igazgató úr Horváth András szól az iskola közösségéhez, diákokhoz, tanárokhoz és szülőkhöz. Tehát ezt is betennénk az ajánlónkba, és nyilvánvalóan itt a BPG YouTube csatornáján és az ATV Spirit műsorai között lesznek történelmi, magyar nyelvi, irodalmi előadások számos más témakör mellett, és mindenkinek jó böngészést, jó felkészülést kívánunk, és használjátok, kedves kollégák, használják, kedves diákok, használjátok, kedves szülők, ti is nézzétek meg, önök is nézzék meg ezeket az oldalakat, higgyék el, megéri, köszönjük a figyelmet!